Ez a levél már az intervenciós csapatok által körülzárt Magyarországra érkezett. A budapesti munkás és katonatanács tagjai akkor épp együtt voltak. Rákos Ferenc és Gárdos Mariska emlékezik most a sokak szerint már elveszett levélre. Egy kétüléses, rozoga kis repülőgép, amelyet tréfásan repülő koporsónak neveztek, volt az a jármű, amelyet Samueli Tibor felhasznált erre az útra. Az út sikerült, szerencsésen megérkezett Moszkvába, és Lenin eltársat alaposan informálta a helyzetről. Ennek az információnak az alapján írta meg Lenin eltárs üdvözlet a magyar munkásoknak című üzenetét, amelyet Samueli Tibor ugyanezen az úton, ugyanezen a repülőgépen visszahozott Magyarországra. Május 31-én történt, amikor kivágódott a tanácsterem ajtaja, és berobogott rajta Samueli Tibor elvtárs. Nagy-nagy örömmel fogadtuk, hiszen tudtuk, hogy hosszabb lélegzetű levelet hozott Lenin elvtárstól, és azt a szomszédos teremben Kun Béla elvtárs fordította. Elképzelhető, hogy az akkori körülmények között milyen nagy hatást váltott ki Lenin elvtárs üzenete, kérlelhetetlen szilárdságot kíván, kér, követel a Magyar Tanácsköztársaság vezetőitől, mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a tanácsköztársaságot a mi körülményeink között a proletár diktatúrát meg tudjuk védeni. Akkor, amikor az egész világ szeme láttára Lenin elvtársék megvalósították a forradalmat, amikor az egész világ szeme, minden elnyomott szeme oda tekintett, akkor itt a kis Magyarország harcban, fegyverek, éhség, rémhírek forgatagában csak oda tekinthetett, csak onnan várhatott segítséget és támogatást, ami rendkívül fontos volt számunkra.